A Boaz visszatért, oda hölgy, aki régen, korábban, megetettek ezzel a döggel, hát visszatért, csak egy kicsit más formában. Annyit csinálok. Nagyon halkak az átvezetők. Na de. Hogy győzöm le ezt a nagy pókot? Kettő tár. Van összesen? Igen. Ja. Aha. Jó. Két tár muníció egész biztosan elegendő lesz egy ekkora pók ellen. Nyilván. Igen, igen. Jó. Értem. Értem. Aha. Igen, megint kezdődik, hogy milliószor megnyomtam már a space-ot, tegye el a fegyver, de a játék leszarja. Igen, ez így érdekes lesz. Ez így nagyon érdekes lesz. Elő sem szabad vennem szerintem a fegyvert. Ja, igen, Curtis pedig nem tud sprintelni, ugye? Tehát ez így külön érdekes lesz. Jó, itt valami, itt tuti nem hagyományos tűzharc lesz, én ezt kizártnak tartom, mert ha bárki tudja. Tehát, csak hogy tisztánlás... Ó, egy láthatatlan fal! Oké! Láthatatlan fal! Tehát a padlón nincs sehol töltény. Nincs töltény, semmi. Nincs élet. Nukunyista. Semmi. Abszolút semmi. És kaptam egy kurva nagy boszt a nyakamra. De se töltény nem kapok, se gyógyszer, se semmit. Tehát, hogy menjek a francba. Azt mondják a készítők, hogy a játékos itt úgy szopja, mint a torkos borz. Vagy ez így hogy? Mert így elsőre nekem úgy tűnik. Nem tudok mit csinálni, ha előveszem a fegyvert, akkor mindennek vége. Tehát akkor nem tudok mit csinálni. Nem. Egyszerűen semmit nem tudok csinálni ilyenkor. Kifogytam a töltényből, játék! Na, ezt hogy? Ezt hogy kell megcsinálni, hm? Két tár lőszer van, és kész, kifogyok. Na. Köszönjük szépen a Core Designnek ezt a szenzációsan jó boss fightot. Ezúton is csókoltatom őket, jó? Nagyon szépen köszönjük! Ez a legunfairebb boss fight, amit én valaha láttam, szerintem. Ezt nem tudom kikerülni amúgy, nem lehet. Na, még 9 töltényem van. Kész, kifogytam! Csak mondom, hogy kifogytam!
Ez érdekes volt. Azonban nincs erre idő legugolni. Nincs rá idő. Hallod? És levegőben leszed. A nonsense definíciója. A nonsense definíciója. Már azt hittem, hogy végtelen ciklusba került, hogy még úgy milliószor meggyalázza a hullámat. Kíváncsi voltam, hogy hányszor gyaláz még meg. Tehát összegezzük. Ez a boss fighthoz egyszerűen nincs elegendő lőszer. A játék nem ad, és a kettő tár, amit a játék adott, az egyszerűen nem elég. Úgyhogy fingom sincs az, hogy kell megcsinálni. Azt értem, hogy a valószínűleg a készítők arra azt szerették volna, hogy a póknak a világító testrészét kéne lőni. A probléma csak ott van, hogy a tűzharc, amint előveszed a lőfegyvert, nem lehet célozni. Tehát olyan nem létezik, felejtsd el! Automata targeting van, lőni tudsz, és valahova majd lő a csávó. Ennyi. Így működik. Nem lehet célozni. Kész. Pont. Tehát... Úgyhogy olyan nincs, hogy csak a világító részét lövöm. Olyan nincs. Nem lehet. Csak hogy értsétek, hogy mi történik. Simán megszakítja az ugrás animációt. Mondom. Már kezdek ugrani, de simán megszakítja. És nem hagy felkelni. Nem, egyszerűen nem hagy felkelni. Ja, és a játék gyógyszert sem ad. Csak hogy tisztázzuk ezt is. Hát ez érdekes volt megint. Át kéne kerüljek a túloldalára, vagy itt most nem... Most végig ugyanúgy támad, de miért? Várjál, megpróbálok a másik oldalára kerülni, de a játék nem nagyon hagyja. Most már be sem célozza. Szerintem nem elég nagy. Szerintem nem elég nagy a pók, nem? Amúgy meghaltam már. Ja, még nem haltam meg. Figyeld, még nem haltam meg. Beszarsz. Na, most.
Nem hagy felkelni. Egyszerűen nem hagy felkelni. Nem tudok mit csinálni. Kész. Innentől... Nem tudok felkelni. A játék nem hagy. Miért a lábát lövöd, hülye gyerek? Ja, kifogytam. Sprintelni nem lehet. Tehát, hogy még egyszer mutatom, nincs sehol töltény a pályán. A játék nem ad további töltényt. Egy kurva nagy boss ellen nem ad a játék töltényt. Jó? Tehát, hogy... De, az a játék töltényt. Csak nincs idő fölvenni. És amikor legjobban kellene az egész játék folyamán, akkor nem lehet sprintelni. No sprint. No. Adott még kettő tárat. Most még egyszer körbe futom itt a témát. Tehát összesen egyetlen egy tárat kapok pluszban? Összvisz egyet? Kész, vége? Semmi többet, ugye? Nem látok ti sem villogó piros cuccot. Az ott láthatatlan fal. Jó, nincs több. Jó, akkor annyiban tévedtem, hogy egyetlen egy ad annyit, tehát kettő plusz tárat ad, azaz összesen van négy tár, hogyha... Ja, persze. Simán elkap. Most nem fog hagyni, most nem enged. Nem. Azt az oldalát kéne meglőjem. Így, ugye? És most megint szemből. Kifogytam! Tedd már el, bazd meg! Na. Valamint a fegyvert, a pisztolyt. Akkor lehet, hogy erről, előről kezdjük. Kezdem kiismerni itt a témát. Azt hiszem. Tehát először a szemből kell lőni a fejét, utána az egyik oldalát, utána megint szemből, utána a másik oldalát. És most fogok meghalni, mert nincs elég idő fölvenni ezt a szart. Így van. Ezt nagyon ügyesen megcsinálták, tehát... Ezt fantasztikusan megcsinálták, kedves készítők. Nem akarja lőni, hiába! Ilyen egy elbaszott boss dizájnt én még nem láttam életemben.
Most nem fog... Most nem fog hagyni, fel kell négem. Az egész boss gyakorlatilag nagy szerencsejáték. Amikor ezt csinálja, és egyszer eltalál, akkor ott kész, vége. Ja, kifogytam! Ja, hát elnézést, kihányok. Kifogytam, aha. És a töltény, hogyha... A töltény mindig ugyanaz spawnol le, de hogyha lenne lehetőségem sprintelésre, akkor lenne legalább minimális lehetőségem arra, hogy miközben felveszem az új töltényt, akkor nem zabál meg ez a köcsög. Mert így egyszerűen, látod, mire fölveszem, kész, megtámad. És nem tudok mit csinálni. Tehát, hogy magyarul fölveszem a töltényt, akkor mindenképp megbüntet a játék azzal, hogy megsebez. Ilyenkor mi történik? Nem látok semmit. Mi történik? Ez döbbenetes. Ja, kifogytam amúgy. Ha valakit érdekelne, kifogytam a töltényből. Látom, hogy hol az új töltény, csak ugye megint az lesz, hogy... Hogy életet fogok veszíteni. Minden töltény felvételnél életet veszitek. Tehát ott konkrétan megbüntet a játék, amiért töltényt veszek fel, hogy legyen esélyem a boss ellen. És az a baj, hogy a töltény az meg... Szinte lehetetlen észrevenni, extrém nehéz észrevenni, mert annyira beleolvad a környezetbe, hogy hát a piros kis izét nem, alig lehet észrevenni. Kis szerencsével... És most. Igen, ezt mondom. Tehát életvesztés nélkül nem tudsz lőszert felvenni. Lehetetlen. Most nem fog hagyni, most... Igen. Ez nem tudom mi volt, ezt nem tudom, hogy csinálta. És nem azt lövi, amit kell, érted? Nem azt lövi, amit kell!
Nem azt a részét lövi a dögnek, amit kellene. Egyszerűen nem azt lövi. Nem azt a részét lövi, amit kéne. Mert nem lehet célozni. És most meghalok, mert felvettem a töltényt. És most fogok meghalni. Igen. Most a játék nem fog hagyni. Ajaj. Nem. Nem azt a részét lövi, amit kellene. Ez az egyetlen probléma. Illetve még sok más probléma van, például, hogy nem ad a játék gyógyszer sem egyébként. És meghalok. És nem. Most halok meg. Nézd meg! Egyszerűen... Érted? Most láttad, hogy mi a gond. Hiába megyek oldalra, nem oda célozza, hova kell. Nem tudok mit csinálni. Egyszerűen... Ezzel nem tudok mit csinálni. Ez el van cseszve. Kezd egy kicsit bosszantó lenni. Én nem tudom, mi történik. Egyszer nem tudom, mi történik. Nem tudom, mitől haltam, vagy... Mondom, a játék nem hagyja, hogy felkeljél. Egy 100 millió évet gondolkodik, hogy most elinduljon-e. Istenem. A töltény még nem spawnolt vissza. Amikor lenne esélyem fölvenni úgy, hogy nem üt meg ez a köcsög, akkor nem. Akkor nincs töltény. No. Kezdődik. Igen.
Igen. És azonnal semmi esélyed. Nézd meg! És nem! Nem. Nem lövi azt a részt, amit kellene. Egyszerűen nem lövi azt a részt, amit... nem azt lövi, amit kéne. Azért nincs olyan, hogy cílen. Nincs olyan beállítási lehetőség. Nem lehet manuálisan célozni. Erről beszélek. És azért nem... Ez fingom sincs, hogy hogy kéne megcsinálni, mert világos, hogy mit kellene, hogy azt a hátsó sárga bogyót kellene meglőni. Én ezt értem, de azt nem lövi meg. Akármit csinálsz, nem tudod meglőni. Mert nem célozza be. Ja, és kifogytam. Ez itt a baj! Nem. Egyszerűen nem. Nem. Nem tudok mit csinálni egyszerűen. Semmit nem tudok itt. Ez a boss, ez extrém mértékben el van baszva. Ez borzalmasan szar. Itt ez iszonyatosan el lett cseszve. Az a baj, hogy ezt a boss design nem ehhez a katasztrofális irányításhoz szabták. Mert ez a boss fight azt feltételezi, hogy a játékban jó az irányítás, de erről szó nincs. Erről szó nincs. És a játék... Tehát a boss úgy viselkedik, mintha jó lenne az irányítás a játékban, és hogyha manuálisan lehetne célozni, de nem. Nem lehet. Na, és amint megpróbálok megmoccanni, amikor elkezdi ezt a támadást, ezt nem tudom kivédeni. Látod? Nézd meg, a hátsó rész azt nem lövi. Nem lövi. Ez egyszerűen nem lövi a hátsó részét. Ez nem tudom mi volt. És azonnal, érted? Azonnal. Aha. Töltény? Jó, hogy most nem kapok töltény, mert most... Jó, oké. Mert most gond nélkül fel tudtam volna venni, úgyhogy akkor most olyankor nem kapok töltényt. Hogyha gond nélkül fel tudnám venni, olyankor nem jár a töltény. No. És most fogytam ki. Igen.
És a játék kb. Várt fél percet, mire elrakta a fegyvert, miután megnyomtam a space gombot. Ennyire jól működik. Igen. Igen, azokat a hátsó bogyókat nem lehet meglőni. Nem. Nem. Szemből nincs gond, ezzel van a gond. A hátsó bogyókat nem lehet meglőni. Nem. És most meghalok! Na jó. Jó van, srácok, ennek is az égvilágon semmi értelme. Ez a boss úgy van, úgy el van baszva, ahogy azt én nem jártam, hogy sikerült ezt annyira elcseszni, de abban biztos vagyok, hogy itt Q&A nem volt a játéknál, tehát és semmilyen minőség ellenőrzésen nem ment át ez a játék, ez egész biztos, ez a bizonyíték. Úgyhogy hát ugyan utána olvasok, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és megnézem a YouTube videón is, hogy hogyan kéne azt a hátsó sárga szart meglőni, de ha egyszer nem csinálja, akkor nem tudok mit csinálni, akkor hogyha nem jutok túl ezen a bosszon, akkor itt lesz vége ennek a végjátszásnak, ami nyilván akkor nem végjátszás lesz a címe, de hogy szóval értitek. Tehát itt itt ennél a bossnál egy hatványozottan kijön az, hogy mennyire iszonyatosan totális katasztrófa az irányítás, egy igazi rémálom, borzalom. Tehát ilyen állapotban ezt a játékot nem szabadott volna kiadni. Az, hogy sprintelés le van Curtisnél tiltva, az már önmagában vicc. Az, hogy rendkívül ritkán spónol le egy darab mi az, tár, töltény, az még a nonsense, kimeríti a nonsense definícióját. Az, hogy aznak a nagy pókbogárnak azt a hátsó sárga szarját meg sem lehet lőni, láttátok, nem tudom meglőni, nem lehet. Tehát nem célozza be, Curtis nem célozza be, nem lehet meglőni, miközben egyértelműen azt kéne lőni. Nem tudok mit csinálni, tehát ez így, ez most van egy, vagy egy game breaking bugba futottam, könnyen előfordulhat, úgyhogy emiatt így akkor én itt egyelőre elbúcsúzom, és majd hát megpróbálom megcsinálni, de azt nem biztos, hogy fel fogom venni, mert minek? Tehát, hogy szerintem itt én próbálkoztam itt tele. Mióta próbálom ezt? 40 perce? Próbálom legyőzni? Tehát
Utána olvasok, hogy mi itt a trükk, és ha mit tudom én, ha nagy Isten az van, hogy túl nehéz, vagy nonsense dolgot kell csinálni, vagy szimplán game breaking hibába futottam, akkor itt lesz vége ennek a sorozatnak, mert annak sincs értelme, hogy én 2-3 órán keresztül én itt tépjem a hajam, és kurvanyázás közepette próbáljam megoldani ezt az iszonyatosan elbaszott szart, mert ezt boss fightnak sem lehet hívni, hanem ez egy fos, tehát ez olyan szintű foshalom lett ez a boss design, én tényleg nem értem, hogy ezt hogy az Isten meggondolták, hogy ezt így, ez így jó. Tehát, mert ez rohadtul nem jó. Ezt így nem lehet megcsinálni. Na mindegy. Ja, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Hát, amennyiben nem folytatjuk, akkor kösz szépen mindenkinek az eddigi figyelmet, és akkor ennyi volt akkor a Tomb Raider. Hát, mondom, nem biztos, majd meglátjuk, hogy tudok-e boldogulni ezzel a bosszal. Meglátjuk. Ha nem, akkor ennyi volt. Sajnos. Ez nem az én hibám, ezt a core design olyan szinten iszonyatosan elbaszta, olyan szinten el lett kurva ez a boss, hogy az szavakkal nem lehet leírni, az mennyire extrém értékben idegesítő ez a boss. És leginkább a iszonyatosan katasztrofális irányítás miatt, meg a többi dolog miatt, amit mondtam. Ez... Én ennyire szar boss design-t életemben nem láttam, mint ami ez. Ez... Ennél még a Tasman Tigris 2-nél lévő bosszok is sokkal jobbak voltak. Már pedig az is iszonyatosan azok is el voltak baszva, hogy istenesen. De még azok is fényévekkel jobbak, mint ez. Mert ott legalább az irányításon nem volt gond. Úgyhogy, ja, na, köszönöm figyelmet, majd lesz valami, nem tudom. Szevasztok. No, hello, szevasztok, gyorsan egy információ. Sikerült legyőzni a bosst. Az előző felvétel óta gondoltam, megpróbálkozom vele. Ugyanis annyi volt mondhatni a kulcs, hogy ugye emlékszünk a nagy pókbogárnak a hátsó részeit nem volt hajlandó költészt becélozni, és emiatt nem tudtam megölni. Mindig az első célozta be. A lényeg, hogy a célzást az end gombbal lehet megváltoztatni. Tehát ugye az a 180 fokos bukfenc, ugye. Tehát ha becélozza, nagy nehezen sikerül oda ugye az oldalához menni, és Curtis becélozza az elsőt, akkor meg kell nyomni az endet, nagy valószínűséggel sokszor, mert általában a játék azt sem hajlandó figyelembe venni, ha egyszer megnyomod az endet. Nagyon-nagyon sokszor előfordult, hogy sokszor kellett megnyomnom, mire a játék hajlandó volt ezt figyelembe venni, hogy én másik célpontot szeretnék lőni. Ezt mindjárt a most következő szűk 18 perces felvételben szintén látni fogjátok, hogy bizony nagyon-nagyon küzdök azzal, hogy a megfelelő dolgot lője a csávó. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik, hogyha még sikerül is így legyőzni nagy nehezen a végtelenül unfair és borzalmasan rossz bosst, az az első fázis. Ennek a bossnak van egy második fázisa is, ami ugyanolyan unfair, ugyanolyan szarul van megcsinálva, egy totális katasztrófa az is, de azért sikerült a második fázist viszonylag gyorsan megcsinálni, mert ott már úgy kevesebb életereje van, és ott azonnal lehet lőni. Igaz, nagyon sokkal gyorsabb lesz, de te is sokkal gyorsabban tudod őt lőni, és itt az ajánlott trükk, hogy amikor szemben állsz vele, amikor tudod lőni a második fázisban, amikor szárnya van ennek a köcsögnek, hogy a kontrollt ne lenyomva tartsd, hanem így nyomogasd, mint egy megveszekedett őrült. Mert akkor Curtis gyorsabban lő, és gyorsabban tudod elintézni ezt a köcsögöt.
Na, ennyi a lényeg. Akkor most következzen egy szűk 18 perces videó, ami megmutatja, hogy az előző felvétel utáni próbálkozásaimat. Mert hogy elég sok próbálkozás lesz benne, viszont nagyon-nagyon fontos, ez teljesen vágatlan felvétel lesz, nem akarok belevagdosni, mert egyrészt senkit nem akarok átverni, én a valóságot szeretném megmutatni, tehát azt szeretném megmutatni, hogy nekem valójában mennyi időmbe és erőfeszítésembe tellett legyőzni ezt a bosst, és nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy igen, egy perc alatt az első alkalommal legyőztem. Nem. Én senkit nem akarok átverni, ezért szűk 18 perces lett a felvétel, mert szűk 18 percbe tellett legyőznöm. Jó? Na, akkor most jöjjön. Igen, a következő 18, szűk 18 perces felvétel kommentár és arckamera nélküli lesz. Úgyhogy tőlem semmit nem fogtok hallani, mert ki is volt kapcsolva a mikrofonom, hogy teljes mértékben a bossra tudja koncentrálni. Úgyhogy úgy néz ki, hogy folytatni fogjuk a játékot, szerencsére túl vagyok rajta, de így előre is annyit tudok előrevetíteni, hogy ez a boss megerősítette bennem azt, hogy életemben soha többet nem fogok nyúlni ez a játékhoz, de sikerült, és kizárólag csak miattatok szenvedtem végig ezt a borzalmat, mert hogyha saját magamnak játszottam volna ezt a játékot, itt, ezen a ponton, itt és most úgy, ahogy van, abba hagytam volna végleg örökre. Ez egészen biztos, csak a videó kedvéért szenvedtem ezzel a borzalmas bosszal, úgyhogy ha ez nem ér meg egy lájkot, akkor semmi. Na, jöjjön akkor a vágatlan felvétel a próbálkozásaimról, a szenvedésemről, és ehhez jó szórakozást kívánok! Das war gar nicht so schwer.
Pause.
Das war gar nicht so schwer. Hey, gönn mir eine Pause.